Ezek a diók már pucolásra lesznek ítélve, mert azért valamilyen szinten meg lehet menteni, mert úgy néz ki, hogy fele jó, fele nem jó. A diópurok fúró légy kártéteményeit mutatja kameránknak Guti Rudolf, akinek már a nagyapja is diótermesztéssel foglalkozott. Az ukrán határtól egy kőhajításnyira, a Tisza árterében, Tarpa határában, amerre a szem ellát, közel 40 hektáron sorakoznak itt a diófák, melyek a híres milotai tízes gyümölcsöt termik. Ezek a fák több mint 20 évesek, magasságuk és terebélyességük miatt egyre nehezebb őket megvédeni a kártevőktől. Sajnos ez hogyha betelepedett ide egy ebbe a gyümölcsösbe, nagyon komoly növényvédelmet kell csinálni. Elég szoros határidőkkel, elég szoros napokkal, hogy ezt meg lehessen védeni. Ha nem tudják bejuttatni megfelelően a növényvédőszereket, akkor az öregek tanácsa ellenére meg kell ritkítani a fák lombkoronáját, mesélte Guti Rudolf, aki a régió legnagyobb diótermesztője. A szakember úgy látja, egyre komolyabb technológiákra van szükség a versenyben maradásért. Az idén azt mondom, hogy a növényvédelemben van a legnagyobb problémák. Állítólag olyan 6000 hektár körüli telepítés van, mondjuk ezt még könnyű növényvédelemben megoldani, de most ezeket a fákat, ami már 6 méterre, meg 7 méterre kell feljutatni a növényvédőszert, ezt hagyományos gépekkel már nem lehet megoldani. Ezt már ugyanazzal a permetezővel, amit használnak a megybe, vagy a szilvába, vagy az almába, ezek a gépek erre nem alkalmasak. A dióburok fúró légy Magyarországon először a Dunántúlon bukkant fel 10 évvel ezelőtt. A Nébih leírása szerint az USA és Mexikó területéről származik. Európában az 1980-as évektől folyamatosan egyre több országban szaporodott el, hazánkba 2012-ben érkezett meg. A helyi termelőknek így nem csak a fejlett nyugati gazdaságokból származó konkurens termékekkel, de a külföldről származó kártevő rovarokkal is meg kell küzdeniük a vásárlókért. A legnagyobb diótermelő Kalifornia. Óriási mennyiségbe termel diót, fel vannak fúra gépesítve, és nyomják befele Európába, sőt a világ minden részére. Legnagyobb technológiával rendelkeznek. Az a probléma az ő diójukkal, hogy a mérettel gond van, ilyen 26 és 30 a maximum méret, vagy mondjuk 32. A mi diónk, ami rendesen kezelve van, ez 36 pluszot is elér. És a piac ezt nézi, hogy ez egy szép gömbölyű dió, 36 pluszos, papírhajú, és így tudunk versenyképesek lenni a kaliforniai dióval. Nem csak az USA-ból, hanem a környező országokból, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából is szállítanak be Magyarországra diót. De hogy ennek ellenére mégis miért olyan kedvelt a nemzetközi piacon a milotai tízes, Guti Rudolf szerint azért, mert amellett, hogy ízletes, a külsejét bármilyen gépben lehet tisztítani, polírozni, vakszolni a gyümölcs gömbölyűsége miatt. A dióhéj felülete sima, nincsenek a ráncokban különböző szennyeződések, tehát jól tisztítható, a héja pedig könnyen eltávolítható.